Húzd már följebb egy picit a... Ezért kicsit sok. Persze, csak akartam, hogy az ékszer látszódjon. Jó, csak ebben nem fér bele a műsorban. Kicsit még följebb. Oké. Mi van a veled? Mi van a veled? Mi van a veled? Mi van na veled? Mi van a veled? Köszöntök mindenkit a Mi van a veled show-ban. Én Pajor Kristóf vagyok. Pedig Turai Barnabás. Következő vendégünk Cynthia Diktátor. Szia, Cynthia! Sziasztok! Szia! Hát be kéne, hogy mutassalak valahogy, csak nem tudom, hogy mit mondjak, hogy ki vagy te, vagy mi vagy te, mivel foglalkozol? Hát fotográfus, média designer vagyok, és jelenleg ékszer tervezéssel és készítéssel foglalkozom. Aha. De ti hívtatok ide? Hát ez az egy feladatod lenne nagyjából, hogy így de várj, most, a vendégnek most tud a nevét, meg mondjuk beszélsz. A komfort el tud mondani. Most én beszélek, jó? Oké. Okay. Csak nem tudsz mit mondani, az a probléma. Tehát ide hívtatok azért, hogy így végighallgassam ezt a kellemetlenséget. Cynthia, beszélnünk kell a drogokról. Csak azért is gondoltam, mert kicsit úgy nézel ki, mint egy drogos. Ez most komoly? Tulajdonképpen az elmúlt 12 hónapban mennyi kokaint fogyasztottál el, hogyha így súlyra meg tudod mondani? Hát ez bármennyire is furcsa, ezt nem élek drogokkal, hiába nézek úgy ki, mint egy drogos, nem szoktam drogozni. Abszolút elutasítok minden jellegű tudatmódosítószert és hangulatjavító cuccot is, mert azt gondolom, hogy most mi folyik itt? Szívesen tartanék neked drogprevenciót. Nem tudom, miről beszélsz. De most már kicsit segíteni? Sok. Hogy, nem, kicsit sok, hogy kell, hogy kell ezt? Már segítek. Yeah. Tessék, drog. Látom, nagyon szépek a tetoválásaid. Tudsz mesélni a mondjuk a bal kezeden lévőről? Mi a története? Hát igazából az a története, hogy rám nagyon nagy hatásra volt gyerekkoromban a Noé bárkájának a története, és ezért szerettem volna ezt így megörökíteni a kezemben, és ezért mindegyik állatból, mert jó, hát amennyi a kezemre fért, kettő, tehát párban vannak az állatok. Nézd, nekem is van egy tetoválásom, megmutassam? Persze. Magamra tetováltottalak. Hogy sikerült? Ez kedves tőled, tényleg hasonlít. Nem csinálunk egy fotót, mert gyere már ide, arc az archoz. Arc az archoz. Kicsit lejjebb. Picit. Így? Picit, hogy... Ja, várj, mert itt csinálok. Igen. Nemrég a Konyhafőnök című műsorban szerepeltél. Ugye tudjuk, két hogy... éve. Igen. Igen. Ugye tudjuk, hogy minden nőnek tudnia kell főzni, ez az egyik legfőbb női principium. Igen. A főzés. Igen. És elég hamar kiestél, és nem mint szakács buktál meg, hanem mint nő is egyben. Te nagyon rossz indulatú vagy. Ennyire béna vagy csak eljátszottad? Te ennyire szexista vagy csak eljátszod? Nem, hát ez van fölírva. Én azt teszem fel, amit le van írva. Én azt gondolom, hogy egy nő nem attól nő, hogy tud főzni. Egyébként a 8. adásig jutottam, szerintem az nem is egy rossz eredmény, így kezdő szakácsként, azóta is egyébként gyakorlom, de nem gondolom, hogy ez határozza meg az identitásomat, és elég nagy baj, ha te így gondolod. El tudnál készíteni nekünk egy instant levest? Lássuk. Milyen az élet? Nyomi. De finom. Jaj, ezt a mama kedvéért. Na még egy nagyot. Ham? Ham? Egyszer ez egy jó, de ügyes.
Nagyon ismert vagy a sminkelős videóidról. Ugye Instagramon több ilyen sminkelős videót láthattunk tőled. Nagyon jól nézel ki most smink nélkül. Nagyon tetszik, hogy így bevállaltad ezt a natur, ilyen nude irányt. Ki vagyok festve? Nem, láttam. Csak vittet nem tudtam volna felkenni a szememre, azt gondolom. Többek között arról vagy híres, hogy rendkívül jó átváltozó művész vagy. Láthattunk már téged Amy Winehouse-ként, David Bowie-ként, legutóbb pedig Elon Musk voltál, ugye, jól tudom. Volt egy fotóprojektem, ami a jövő hős karaktereiről szólt. Ez igazából lényegtelen volt, hogy pozitív vagy negatív hős. Olyan hősöket akartam megjeleníteni, akik hatással voltak a társadalomban, vannak a társadalomban, vagy lesznek, vagy vannak a társadalmunkra. Most minek vagy beöltözve? Mert engem ez érdekel. Ne? Most nem vagyok beöltözve. Lennél legközelebb Tordján József? Nem. Te lennél? Pitek, végig ez lesz. Mi? Tehát az, hogy egyszerűen nem tudok három értelmes mondatot elmondani, mert a hülyeségeitekkel folyamatosan bekóstoltok. Maradjunk most már tényleg, jó? Álljál le szépen, ilyet én mondhatok. De ilyet nem mondasz, az a baj. Ebben a műsor... dadogsz, meg nyökögsz. Na, de tényleg, szóval nem érek egész napit szórakozni veletek. Jó, oké. Mi volt a kedvenc könyved eddig, amit elolvastál? Nagyon szeretem a Thomas Manntól a Kiválasztottat, aztán nagyon szeretem a Varázshegyet, nagyon tetszett nekem a Utas a Holdvilág, persze az egyébként egy elég populista, nagyon sok mindenki nagyon szereti, de méltán. Aztán Milán Kunderától a Lét elviselhetetlen könnyűsége. Elég most már! Annyira tiszteletlenek vagytok! Oh, me.